Na, sziasztok! Azért csinálom ezt a kis videót, hogy megmutassam a vadászházamat, ugyanis olyasmit is lehet berendezni itt, különböző trófeákkal, ami folyamatos képlékenység alatt van. Bármelyik vadászházban elérhető, többet is lehet csinálni esetleg. Egy ilyen vadászházban 27 vadat lehet kiállítani, trófeát. Be is lépek. Gyakorlatilag itt babrálni is fogok. Van fegyverszekrényem, amit látjátok, különböző fegyverek, különböző küldetésekhez kellenek. Így könnyen előfordulhat az, hogy egy fegyver nem elég, hanem több kell. Na most ezt a puskát használom a legtöbbet, ez egy kombinált puska. Tehát egyszerre golyós és sörétes. És gyakorlatilag minden állatra jó. Ezért az univerzálitása miatt nagyon szeretem. Sőt, a módok, ha nem lennének küldék egy fegyverhez kötve, akkor gyakorlatilag csak ez az egy lenne. Ez egy pumpás sörétes 12-es fegyver, ez is egy küldi miatt lett meg. Nem rossz, nem rossz, de csak sörétes. Jó öreg, jól látom, 243-as patussal, ebből is van jó pár darab, 3 vagy 4. Nem tudom, hogy került ennyi darab be. Ott bent vannak az előveti sörétesek, ott a szarvasok alatt. Ezekkel se nagyon játszottam. Már a nyulas küldetéshez majd kelleni fognak. Az a 3. 4 darab. Ez a jőre kígyó marás í, ami a legtöbb küldetéshez kelleni fog. Van másféle is, de a küldetésekhez ez kell. Előnye a legerősebb í, hátránya, hogy csak 20 méteres célzó segítő van rajta, tehát távolabbra nehéz vele célozni, de a becserkészi a vadat az illető megfelelő ruhával, felszereléssel kitűnő és csendes, nem riadnak meg a vadak. Ez a 10 méteres kis pisztoly, ezt vettem először önvédelemre, gyakorlatilag a vaddisznók és állatfajokra. A leguniverzálisabbnak tűnt, aztán kiderült, hogy a küldi miatt ezt nem sokat kell majd használnom, mert van egy hasonló, egy 44-es, ami a másik oldalon van. Igen, ez az. Csak megnéztem, hogy mi már azok a fegyverek voltak, emlékszem rá, mert sokra nem emlékszem, mivel ugye mondom, a kombinált puskát használom. Ez egy alsókulcson 405-ös, nem tudom, hogy majd mire fog kelleni. Először medvék meg a nagyvadak miatt vettem, de hát aztán úgy döntöttem, hogy nem. Ez pedig a 270-es puska, ez is küldihez kellett, egyszer használtam. Ha kell, majd még használom, de ami nincs, amelyik küldi nincs hozzá kötve fegyverhez, akkor én azt fogom használni. Egyébként ezen az oldalon is van egy 457-es, ha jól emlékszem. Ez is az egyik univerzálisabb önvédelmi fegyver, kevesebb vadhoz, de a nagy vadak, különösen a nagy medvékhez, jeges medve, grizzly, barna medve önvédelemre, de sok más állatfajot is lehet használni ellenük. Jól megfogalmaztam. Illetve vadászni is lehet ezekkel, tehát gyakorlatilag vannak olyan küldik, például a van szarvas küldi, is lesz olyan a őszvér vagy a fehér farkú szarvassal kell vadásznom ezzel. Ezzel vadásznom kell ezzel, illetve volt egy
most lett vége egy préri farkasos küldetésnek, ahol szintén ezzel kellett levadászolni 4 darab nőstényt. Itt mákon volt ezzel a récével, mert nagy is, szép is, és véletlenül sikerült lelőni. Úgy kb. Ennyi. Fönt legfelül van, és most rátérek akkor az állatokra. Aztán utána még itt rendezgetek át a dolgokat. Fönt az egy sitka szarvas, az egy északi pályán, havas északi pályán, nagyon kemény hideg van, remegett a kezem, mikor vártam, meg videregtem, meg fáztam. Ott sikerült rátalálnom, meglepő módon a játékunk lebecsatta, hogy egy elég szép tűnő hím példányt elkapja. És az egy küldi miatt, mert akkor nem tudtam, hogy hogy folynak itt ezek a küldis dolgok, hát beraktam, hogy túl legyek rajta, és ritkítsak a küldik mennyiségén, és egy-két állat küldiét húzzam, hát megcsináltam, és hát jó dolog sült ki belőle. Nem mondom, hogy nem lesz szebb szarvas majd, de egyelőre ez úgy tűnik, hogy egyik szép példánya. Hát itt lent van két összvérszarvas, ezek ilyen közepes összvérszarvasok gyakorlatilag, ilyen 170 pont körüliek, olyan 200 pontos szarvasok szoktak jók lenni. Az fönt egy fehér farkú szarvas, az egy 215 pontos, ha jól emlékszem, de lehet, hogy meg is tudom majd pontosan nézni, melyik melyik, de az ott fönt az egy nagyon szép példány. Ez, meg az összvérszarvasok közül az eddig legnagyobb pontszámú szarvasom, és nagyon remélem, hogy nem volt arom. De ez összvér szarvas, igen, azt már kell lenni. 230 pontot kaptam erre. Ez 200 pont feletti szarvas. Ezért is sikerült egészben kitömni, vagy akartam, hogy egész szarvas legyen kitömve. Itt az eddigi legnagyobb karnaval disznóm, eddig lőttem. Illetve itt ez egy 52 pontos, azóta sem lőttem ilyen téli farkas hímet. Elég küldit csinálom ezerrel, és egyik sem érte el ennek a szintjét. Ilyen 42-46 pont körülieket lőttem, és ez egy 52 pontos. És azóta nem is találkoztam nagyobbal. Hát még túl sok állat nincs, ugyanis ugye mondtam, hogy leszűkített. Igazából, hogy ne havazzam el a küldetés sorozat. És most van még egy-két állat, egy dolog, amit módosítok. Ezt nem muszáj végignéznetek. Ja, és ott szemben az egy albínó nőstény. Összvérszarvas. Az összvérszarvast leginkább a sziréről nem is, úgyna lehet megkülönböztetni fehér farkutól, hogy sokkal nagyobb a füle. Hogy megnézitek szemből, ezek az alsó összvérszarvasok, és az a fölsőnek kisebb a füle, egyen fölötte, az fehér farkú szarvasé. Persze nem értettem, miért összvérszarvasnak hívják, hát rájöttem, mert akkor a füle van, mint egy összvérnek. Na. Húzigálok, rakosgatok ezt, aztán azt nagy kommentet nem biztos, hogy fűzök hozzá. Igazából... Ó, és a vapitimet nem mutattam meg. Gyorsan itt a vapiti. A másik oldalon, itt. Ez egy közepes méretű vapiti, nagyobb szarval is rendelkezhet. Ez egyik olyan nagyobb szarvas fölmérkedik egyébként, csak úgy mondom. Úgyhogy ennyi. Rendezgetek egy-két dolgot. Hát ezekről nem is beszéltem, ez egy 300-as golyós puska, a leguniverzálisabb golyós puska, legtöbb volt jó.
Igazából madarakra nem jó, meg nagyon kis emlősökre, ilyen nyúlra és mire. Alatta van a jó öreg 243-as. Ilyen szénszátussal készültek, gyakorlatilag nem fából, azért ilyen feketék. Alatta meg egy golyós puska, ami viszont pont madarakra jó, tehát a különböző kacsákra, vadpulykára, fácára, és golyós, tehát nem sörétes fegyver. Lent, ott lent van egy 30-20 mm kacsavadász fegyver, az szintiszta sörétes, mocsár játszával, kacsavadászatnál teljesen nagyon jó. De én akkor is a kombináltat használom, hogy súlyt spóroljak meg, tehát ne kelljen két fegyvert minden, hanem csak én. Ugye korlátozott a súly, amit vihetek egy vadászatra. Jó, akkor én rátérek itt a rendezgetésre, ugyanis vannak nekem új állataim. Ez egy fehér farkú szarvas, hogyha megnézzük, 171 pontos. Ez egy összvér szarvas, 179 pontos. És megnézzük, hogy ezek hány pontosak. 196, ez marad. 193, ez is marad. Tehát 200 pont közeliek. A sitka szarvas az 76 pontos. Ím. Tehát valószínűleg én ennél sokkal szebb szarval rendelkezőt fogok. Ugye ez az albino, ez a vaddisznó. Itt van egy másik vaddisznó. Ez egy ritka, foltos vaddisznó nőstény volt. És ennek az a lényege, hogy az észak-amerikai vaddisznos küldetést azt megcsináltam teljesen végig, és ez volt az utolsó malac, amit el kellett ejtenem, mint küldetésben leírt vad, rettenetes, gonosz nőstény. Terrorba rakott mindenkit. Nagyon szerencsés helyzetbe kaptam el egyébként, mert föntre egy sziklás részről másztam lefelé, ott pont alattam volt, és gyakorlatilag nem szemtől szembe találkoztam vele, hanem egy fölülről jövő csapással megleptem, mondjuk így. Ennek a helyét kéne keresnem, hogy hova rakjam. Ezek. Pedig én ezt ki szeretném rakni. Algeron. Ezek a medvéknek van, hát nem tudom, hogy ezek a pulykáknak van, meg a ludaknak. Ez a full, ebből csak egy van. Most hogyan csináljam meg? Ez itt a kérdés. Valamit lehet, le kell vennem minden. Ez egy nagyon szép kan, ezt nem akarom. Titka szarvas, azt elteszem. Hát. Ez a 178 pontos fejfor. Nem, ez az összvér szarvas. 178 pont, ezt ide tesszük. Ezt ide tesszük. Aztán megnézzük, hogy néz ki a dolog. És melyik a 179, 171, 178, ezt tesszük ide.
Vagy ezt megcseréljük azzal. Egyelőre ez. Ugye a vapiti, hát a nagy vadakhoz majd. Nyilván levettem a sitka szarvast, mert az még nem olyan jó. Ide mást nem tudok rakni. Sajnos. Úgyhogy ennyi. Ennyi a módosítás gyakorlatilag. Sosem nézzük az összhatást. Aztán majd nem tudom, hogy tudtok-e kommentelni, vagy valamit is írni a videó alá majd. Hogy lenne jobb? Fönt lenne a malac, és alatta a szarvas, vagy így? Így. Így jó lesz. Én úgy érzem, ez így. Csak nem lesz jelentős ellenvetés. Akkor jaj, az évetet még megnyomjuk, ugyanis Üldihez kellett új. Egyver. Ezt így levesszük. Igen, 405-ös és 270-es. Ez a négy darab ez ugyanolyan, tehát négy darab, majd ahogy alakul majd úgy. Úgy változtatjuk, és itt a rek 300-as, 243-as és a Pindington, ez meg a törétes mocsaras. Tárjuk, megnézzük. Mégis. Ez így illik is ide, mert az jó lesz. Ez 3 egyforma, nyilván akkor csoportba rakom. Ezen az oldalon meg a 4 darab 6-os a rendelkező 243-os. Majd azok a küldik miatt új fegyverek lesznek cserélve. Ez meg a mindent visz. Nagyszerű. Gyakorlatilag ennyi lett volna a demo. Majd alakítgatom én ezt még szépen, ahogy illik. Minél szebb állatokat tudok majd elejteni, azok lesznek kirakva, de egyelőre képességeim ezeket hozták. Köszi, hogy megnéztétek a videót. Napokban még majd streamelek, aztán meglátjuk, hogy alakul ez a játék. Köszönöm, hogy megnéztétek, akkor én most elbúcsúzom, mindenkinek szép napot, vagy holnapot, most már lehet. Elbúcsúzok, képek a játékból, viszontlátásra, sziasztok!